Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! Gyertek és tartsatok velem egy baromi gyors és egyszerű körömdíszítésre. Nagyon sok helyen szembe jött velem egyébként TikTokon ez a díszítés, gondoltam én is bemutatom nektek, hogy én hogyan készítem el. Első körben egy nagyon-nagyon csillogós anyagot, én itt a Nielgelnek a Platinum 15-ös Rose Gold színét fogom használni. Ezt első körben kettő rétegben felkenem a tippünkre. Viszont annyira szépen csillog és fed, hogy lehet, hogy csak egy rétegben fogom itt a videóban elkészíteni. Körömre viszont minden esetben kettő rétegbe kenem. Ezen kívül szükségünk lesz még egy fehér lakra. Én itt egy olyan fehér lakot használok, amit annyira körömre használni nem szeretek, sőt nem is használok, mert nem fed szépen, viszont erre a díszítés tökéletes. Valamint egy Water Pro anyagra, Clear, én a Crystal Nails-t használom, egy fedőre, és még egy pontozó tűre, egy nagyobb fejű pontozó tűre. A fehéremet nagyon alaposan felráztam, és az ecsetével együtt veszek ki belőle anyagot, és a nagyobb pontozó tűm segítségével fogom ezt az anyagot eloszlatni. Első körben a Clear Water Pro anyagból kenek egy réteggel erre a csillogós, megkötött géllakra. Figyelek arra, hogy nagyjából mindenhol ugyanolyan vastagságba kerüljön rá ez az anyag, mivel ez fogja elfolyatni nekünk. Utána pedig föntről haladva elkezdem kipontozni. A tippünket. És végig haladok az egész tippem. Ezt egyébként bármilyen színnel elkészíthetitek. Én most itt rózsaszínt választottam, de ti bármilyen színt választhattok. És szét is folyt az anyagunk. Ezek után betesszük a lámpába kiköttetni. Majd igazából már csak egy fedő fényt fogunk rá tenni, és készen is vagyunk a körömmel. Szerintem már nagyon szeretni fogják a vendégek, és igazából tényleg nagyon gyorsan megvan, akár egy egyszerű szalonkörömbe is gyorsan beépíthető. És már csak egy vékony fényzselét kenek a lakunkra, és ezt pedig már teljesen kiköttetjük, és készen is vagyunk. Én már elkészítettem egy másik színnel is. Ez pedig az NTN-nek a 167-es színe volt. Egy ilyen nagyon szép bronzos árnyalat. De mindjárt mutatom is egymás mellett a kettőt. Ilyen lett a Rose Goldom. És fölötte pedig ez a bronzos. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találkozunk a következő videóban. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!